Orbán Viktor összehívta a nemzetbiztonsági kabinetet a migránsok miatt, az ülésen a hadsereg bevetése is szóba került. Egy évet adott a miniszterelnök a kormánytagoknak, hogy lépéseket tegyenek a polgári berendezkedés megerősítésére. Megállt a tőzsdei esés Európában, a vezető magyar részvények és a forint is erősödött. És felfüggesztették állásából azt a tanárnőt, aki antiszemitek a posztokat osztott meg a Facebookon. Jó reggelt kívánok! Önök az ATV reggeli híradóját látják 7:30-kor. Üdvözlöm Önöket! Többen felvetették, hogy a magyar-szerb határszakaszon bevessék a hadsereget is. Ezt Hende Csaba nyilatkozta az Indexnek a Nemzetbiztonsági Kabinet zárt ülése után. A hírportál kérdésére a honvédelmi miniszter érdekes felvetésnek nevezte az ötletet. Tegnap kora este egyébként a várható újabb migrációs hullám miatt rendelte el a miniszterelnök a Nemzetbiztonsági Kabinet összehívását. Korábban Macedónia megpróbálta feltartóztatni a Görögország felől érkező migráns hullámot, de a kísérlet kudarcot vallott. Azóta a macedón hatóságok azon vannak, hogy a lehető leggyorsabban tovább küldjék az országból a menekülteket. Szerbiába így naponta több ezer migráns érkezik, akik innen általában Magyarország felé veszik az irányt. Azonnal le kell zárni a schengeni övezet külső határait, ezt az európai területet védeni kell a menekültek beözönlése ellen, a határok védelmébe pedig a NATO-nak is be kellene kapcsolódnia, jelentette ki a cseh kormányfő helyettes. Andrej Babis kijelentette, Schengennek különleges formája van, Görögország egyedül áll, a következő határ pedig Magyarország. Hozzátette, kérdés, hogy a macedón vagy a bolgár hadseregnek nincs szüksége a NATO segítségére. Hangsúlyozta, ha a schengeni határok védelmét a térség szélén álló országok képtelenek kezelni, a problémával akkor magasabb szinten kell majd foglalkozni. Egy évet adott a miniszterelnök a kormány tagjainak arra, hogy megerősítsék a polgári berendezkedést. Orbán Viktor úgy számol, hogy 2017 és 2018 már a bizalom megnyerésének és megtartásának az éve lesz. A kormány konferencia után Lázár János miniszterelnökséget vezető miniszter beszélt az ott elhangzottakról. Nem a nyilvánosságnak szólt a kormánykonferencia, amelyet a kabinet minden évben megismételne ezentúl. Ezzel kezdte a rövid sajtótájékoztatóját Lázár János. A kormánykonferencia fő témája az volt, hogy hogyan tudjuk a polgári berendezkedést megerősíteni Magyarországon. Először két jelentést tárgyalt meg a kormánykonferencia, az OECD legutolsó tanulmányát az országról és a Közszolgálati Egyetem jó állam jelentését. Ezután arról esett szó, hogy miként tartható fenn a folyamatos gazdasági növekedés. Jelezte a miniszterelnök úr, hogy a következő egy évben van mód arra még a minisztereknek és az államtitkároknak, hogy a kitűzött célok érdekében szükséges lépéseket megtegyék az általuk vezetett minisztériumok szakmai tevékenységét, vagy a általunk indukált és remény szerint jó irányba változtatott társadalmi rendszerek reformját illetően. Lázár János azt mondta, a miniszterelnök nem fogalmazott meg kritikát a kormánykonferencián. Az előadások csengtek egybe abban a tekintetben, hogy milyen lépésekre van szükség a későbbiekben. Egybe csengtek az előadások abban a tekintetben, hogy a következő időszakban nem lehet eltekinteni azoktól a folyamatoktól, amelyek a magyar oktatás nevelésben például, csak hogy egy konkrét példát mondjak a kérdésére, a matematika tanítás színvonalával volt összefüggésben, az oktatási rendszerben elképzelt iskolamodellek, tanítási modellek bevezetésével kapcsolatosak. Lázár János azt mondta, szóba került a bürokrácia csökkentése, és annak a pénznek a nagyságrendje is, amit az állam önmagára költ. Elköltözhetnek a pályaudvarokról a tranzitzónák, a főpolgármester ugyanis tarthatatlannak tartja a helyzetet. Talós István azt szeretné, ha nem a város szívében állomásoznának a migránsok. A javaslattal a Fidesz frakció is egyetért. A bevándorlókat segítő szervezet szerint azonban nem felszámolni, hanem bővíteni kellene a tranzitzónákat. 100-150 migráns várakozott kora délután a nyugati pályaudvar melletti tranzitzónában. Van, aki csak néhány órát tölt itt, mások viszont több napra rendezkednek be Budapesten. Ezt elégelte meg a főpolgármester. A fővárosnak jogilag ez nem feladata. Tarlós István szerint, ha továbbra is ilyen ütemben érkeznek a migránsok, akkor nem valószínű, hogy a tranzitzónák a pályaudvarok közelében, a város szívében maradhatnak. Átmenetileg ezeknek az embereknek a
alapvető higiénés feltételeiről Budapesten igyekszünk gondoskodni, igyekszünk azon segíteni, hogy ne szomjazzanak a gyerekek, de köszönjük szépen, nem akarjuk ezeket az embereket Budapesten összegyűjteni. Ezek a tranzitzónák nem képesek kezelni a helyzetet, ezzel egyetértünk. A Fidesz frakció támogatná a főpolgármester javaslatait. Tuzson Bence a Jobbik ötletét is megfontolandónak tartja, mely szerint a honvédséget vezényelnék a határra. Minden érdemes javaslatot hajlandóak vagyunk megfontolni, abban az esetben, hogyha természetesen ez törvényesen is megvalósítható. Jogszabálymódosításra is kész vagyunk annak érdekében, bármilyen jogszabálymódosításra, hogy ezt a problémát valamilyen formában kezeljük. A jelenlegi helyzetet a liberálisok is tarthatatlannak gondolják, a párt ugyanakkor védeni a migránsokat. Arra kéne inkább figyelnünk, hogy európai emberként nekik biztosítsunk valamit, ami egy kicsit több és jobb, legalább addig, ameddig itt vannak a menekülttáborokban. A főpolgármester ötletéről a bevándorlókat segítő Migration Aid munkatársa stábunktól hallott először. Szerinte a tranzitzónák jó helyen vannak, de bővítésre szorulnak. Mindenképpen szükség lenne bővítésre, nagyon sokan rakednek nálunk éjszakára is, illetve most, hogy a múlt héten a bevándorlási hivatalnak a rendszere felmondta a szolgálatot, több száz emberrel túlterhelődött az összes tranzitzóna. Zsuhán Zsuzsanna szerint a tranzitzónákkal az volt a főváros célja, hogy elszívják a menekülteket a közterületekről, ezt a várakozást pedig betöltötték. Tarlós István az állami televízióban már arról beszélt, hogy csütörtökön, vagyis holnap már ki is jelölik a tranzitzónák új helyszíneit. A főpolgármester azt mondta, hogy még nincs meg a konkrét hely, de három pesti és egy budai területet vizsgálnak. Tarlós István szerint az osztrákok már nem igen engedik be a migránsokat, így nem logikus tovább fenntartani a pályaudvari tranzitzónákat. Gyorsított eljárásban dönt Brüsszel arról, hogy adjon-e plusz forrásokat a magyar kormánynak a menekült ügy kezelésére. Az Európai Bizottság szóvivője szerint Magyarország a 2014 és 20 közötti pénzügyi időszakban várhatóan több mint 85 millió eurót kaphat erre a célra. A 8 millió eurós sürgősségi segítséget viszont ezen a kereten felül kell érteni. A szóvivő szerint Magyarország könnyen frontállammá válhat. Azt is mondta, Brüsszel egyelőre csak pénzügyi segítséget nyújt Magyarországnak ezen a téren, és a magyar hatóságok egyelőre nem is kértek másfajta segítséget. Megállt a tőzsdei esés Európában, a vezető magyar részvények és a forint is erősödött napközben. Szakértők szerint hirtelen optimisták lettek a befektetők, Kínában azonban maradt a pesszimizmus, jelentős mínuszban zárt a tőzsde, az index a tavaly decemberi szintre esett vissza. Közben Kína csökkentette az alapkamatot, elemzők szerint ez is a gazdaság gyengélkedését jelzi. Tegnap már Amerika is emelkedéssel indult. Negyedik napja zuhant a kínai tőzsde. A keddi kereskedést több mint 7,5%-os mínusszal zárta. A mostani lejtmenet június közepén indult, azóta több mint 40%-kal esett az index. Európában viszont optimisták voltak a befektetők, a reggeli nyitás után azonnal emelkedni kezdtek az indexek, a BUX is 3% feletti pluszban volt napközben. Optimistábbak lettek a befektetők, emiatt emelkedett Európa, az Equilor vezető elemzője szerint. A hangulatot pedig két kedvező német makroadat is javította. A szakember szerint ugyanakkor egyre gyakrabban lehet arra számítani, hogy előfordulnak a mostanihoz hasonló hullámvölgyek. Ez főleg a kereskedési rendszerek elterjedésének köszönhető. Egyre több ugyanis az elektronikus programozott kereskedés, így nagyobbak a kilengések is. Alapvetően azt látjuk, hogy némi késéssel, illetve előre szaladással szokott a tőzsde reagálni a gazdasági eseményekre. A közeljövőben előfordulhat, hogy a már korábban említett okok miatt felgyorsul ez a ciklikusság, de a tőzsdék hosszú távon előrejelzhetők csupán, rövid távon véletlen bolyongást követnek. Ez azt jelenti, hogy senki sem tudhatja, hogy másnap az a részvény fölfelé vagy lefelé indul el. A mostanihoz hasonló visszaesés egyébként nem szokatlan. Az elmúlt két évtizedben is volt két nagyobb. 1997-98-ban Ázsia és Oroszország rántotta magával a piacokat, 2007-2008-ban pedig az Amerikából induló jelzálog és hitelválság. Több évtizedek kutatják, hogy mi okozhatja a ciklikusságot. A ciklus elején lassan indul be a növekedés, mert a befektetők még pesszimisták. Aztán az árfolyam és a forgalom is növekedni kezd, mert a hosszú távú befektetők elkezdenek vásárolni. A növekedés legalább az időszak feléig, kétharmadáig folytatódik, egyfajta eufória alakul ki, mert egyre többen gondolják azt, hogy az árfolyamok már csak emelkednek. A csúcs után még lehetnek árfolyam emelkedések, de egyre kevesebb a befektető. Végül elkezdődik egy korrekciós időszak. A növekedés akkor indul el megint, amikor ismét megjelennek a hosszú távú befektetők.
A piacokat most azonban nem csak Kína mozgatja. Egyrészt a görög és orosz helyzet is aggasztja a befektetőket, másrészt például a dollár euróval szembeni árfolyam mozgása is befolyásolta a döntéseket, Vili Madár István. Minket akkor fog ez megérinteni, hogyha mondjuk a kínai gazdaság problémái és a többi piaci és politikai és gazdasági probléma azok oda vezetnek, hogy a világgazdaság egészen kezd el lassulni, különös tekintettel természetesen Németországra, mert ebben az esetben természetesen a magyar export potenciál, de általában a magyar gazdasági potenciál az jelentősen tud apadni. Ez nem jelentene recessziót, az elemző szerint legfeljebb nagyobb mértékben lassulna a magyar gazdaság. Rendszeresen rasszista és antiszemita tartalmakat osztott meg a legnagyobb közösségi oldalon egy pesterzsébeti tanítónő, aki egyébként ezen a felületen tartotta a kapcsolatot a diákjaival és azok szüleivel is, írul a 444.hu. A cikk megjelenése után lépett az Emberi Erőforrások Minisztériuma is, vizsgálatot indítottak a tanárnő ellen. A közlemény szerint a vizsgálat lezárultáig felfüggesztik a tanárt, és ha a hírportál állításai bebizonyosodnak, akkor azonnal kirúgják. Hozzátették, fontosnak tartják, hogy a pedagógusok megfelelő erkölcsi értékrenddel bírjanak, amelyet az oktatás nevelés során mind a szülők, mind pedig a tanulók felé közvetítenek. Leesett egy 2 éves kisfiú tegnap este egy 2 emeletes társasház folyosójáról Budapesten a 10. kerületben. A gyerek a ház murvás belső udvarára zuhant. A szomszédok hívták a mentőket, a kisfiút pedig újra kellett éleszteni. Kórházba vitték, de még mindig válságos az állapota. A gyerekkel az édesanyja volt otthon, aki azt mondta a rendőröknek, hogy éppen a másik gyermekét altattak, közben pedig ő is elaludt egy rövid időre. Az ajtót nem zárta be, de azt állította, sohasem szokták. A kisfiú ugyanis nem szokott kimenni a lakásból. A történteket a rendőrség is vizsgálja. Annyira berúgott a pekingi világbajnokságon aranyérmet szerző lengyel kalapácsvető, hogy hazafelé az aranyérmével fizették ki a taxist. Pavel Fajdek azért öntött fel a keleténél jobban a garatra, mert a VB-n sikerült megvédeni a címet. A The Independent információi szerint a 26 éves sportoló egy pekingi bárban ünnepelte az újabb aranyérmet, ez pedig annyira jól sikerült, hogy egy idő után már nem is szolgálták őt ki. Fajdek másnap reggel a hotelben arra ébredt, hogy nincs meg az aranyérme, ezért kihívta a rendőröket, akik kiderítették, hogy hazafelé a taxiban az aranyérmével fizette ki a sofőrt, aki végül visszaadta a kalapácsvetőnek az érmet. A híradó után azonnal kezdődik a start a ma reggeli témákat és vendégeket, most elmondja önöknek Róna Jágon. Hát aranyérmes taxisofőrrel nem szolgálhatok, jó reggelt kívánok mindenkinek. Duró Dórával viszont annál inkább a Jobbik országgyűlési képviselője, az Oktatási Bizottság elnöke azt mondja, hogy túlzott tehát jó a tanévkezdés. A családokra szerintem, akinek gyereke van, ezzel egyet fog érteni. Bodnár Zoltán, a liberálisok gazdaságpolitikusa jön ezután, aki az MNB alelnöke is volt jó sokáig, így aztán gondolom megvan a véleménye arról, amilyen perpatvarba a Magyar Nemzeti Bank és az egyik napilap, illetve annak újságírója keveredett. Állítólag a banktitok megsértése nem kérdés, de azért kérdés lesz, úgyhogy felteszem majd, hogy így van-e. És Szél Bernadettet, az LMP társelnökét is várom még a következő híradó előtt, ők pedig már az LMP azonnali vizsgálatot követelnek és kezdeményeznek a közmunkások foglalkoztatása ügyében, ahol állítólag rengeteg a visszaélés. Ezek az elsődleges témáink, de sok minden másról is beszélünk majd nyilván. Köszönöm szépen, friss hírekkel, alig 3 óra múlva, 7:30-kor jövök újra, addig nézzék a startot, további szép reggelt, jó tévézést, viszontlátásra!